SZÉSZ tér volt 1945-ig, most már Egyesülés tér, az természetesen Románia Egyesülése, a Román Fejedelmek Egyesülése, beleszámítva a Erdélyt is. Tehát... Kolozsvárúri közönsége egyszer csak rájött a kiegyezés után, hogy a legnagyobb szülöttjéről, Mátyás királyról nincs egy szobor Kolozsváron. Ezért egy pályázatot írtak ki, és ezt a pályázatot azt bizonyos Fadrusz, csehszlovák vonatkozásai vannak a dolognak, Fadrusz János nyerte meg, ő pozsonyi születésű, Pozsonyot élt, ő nyerte meg, csak éppen Pozsonyban éppen a Mária Terézia szobrot készítette. Ő szerette lovakat. Igen, lóval együtt, igen. Nem ért rá, ezért csak egy ilyen kicsinyített mását csinálta ennek a szobornak, az a párizsi grand, vagy világhíradásra került, ott első díjat, a fődíjat nyerte ez a szobornak a kicsinyített mása, igen, pontosan. Pontosan, és akkor végül is aztán elkészítette a szobrot, 1902. október hóban, most is októberben vagyunk, azt hiszem, hogy most már 115 éve, hogy föladták, vagy fölavatták a szobrot, és hát nem is akárkik voltak, itt a Szél Kálmán, ugye miniszterelnök a terv, volt, a terv. Jókai, sok mindenki volt, Benedek Elek, így tudom én, a Zala György, az például az a aradi szabadságszobrot készítette, és azt tudom neked, hogy, és ez érdekes történelemnek, hogy abban a pillanatban, hogy fölavatták, rögtön abban a pillanatban etnikai viták tárgyává vált az egész dolog. Ő egy román király. Hát végül is erről van szó, a románokat rendkívüli mértékben zavarta, ott látok egy zászlót, az egy Moldávia zászlója, azt jelenti, hogy meghódol Mátyás király előtt a moldvai, de hát a moldva, igen, és akkor, de ez nem történhetett meg, mondják a románok, így tudják. Egyébként a főalakok, az Mátyás király, azt hirtelenjében mondom, Kinizsi Pál, aki nagyvázsonyi születés ellenére úgy hírlik, hogy ő is román volt, ők úgy tudják. Mindenki román volt. Igen. A következő az magyar, nem Bálint, hanem magyar Pál. Két hazvezére volt az ott a Bátori István, a következő meg úgy emlékszem, hogy Szapolyai István. Ezek ilyen fejedelmek, mit tudom, hasonlók voltak a Mátyás korszakában. Természetesen, hogyha megnézed a szoboron, nagyon érdekes alakzatot látsz, és biztos, hogy Vincetek rájössz, hogy ott valami nem stimmel, ott valami volt. És ugye 1902-ben volt a szobor fölavatva, ugye 1918-as háborút Magyarország elvesztette, várható volt, hogy Kolozsvár Romániához kerül, így is történt, de nem várták meg a békeszerzőst és aláírását a románok, hanem leverték, ott fölötte volt magyarul ki volt írva, hogy Mátyás király. Igen. Alatta pedig szintén leverték 1919-ben a magyar címer volt. Látod is, hogyha nagyon akarod, akkor igen, belátod. Igen, látszik az, és ott is látod a Matthias Rex főírás fölött, ott valami nem stimmel, ott is valami sérülés nem, van, vagy mit tudom én. Tehát nem igen. Igazán, igen. Jó, és az jó, ennek megfelelően, amikor... Nem baj, drágám, az a lényeg, hogy megmaradt. Mert igen, jó, aztán... Ezt egy román történésznek köszönhetjük, aki a őrjöngő csőcseléket azzal állította le, ne bántsátok, hiszen ő egy román király. Gyere ide, és mindjárt mondok is rá valamit. Nézd csak ide valami.
ide van írva, remélem, hogy... De hát ezt majd esetleg nappal... De nem kell, ez jobb, ha mondom. Érted? Ja. Ide az van írva, románul írva, hogy a dicsőséges Mátyás király, aki győzelmes volt a csatába, egyedül akkor verték meg, amikor a saját nép ellen fordult. A románok ellen. A románok ellen, ez pontosan egy moldvai hadjáratra utal. Ő volt egy harmadik Stefán nevű moldvai fejedelem, és egy kis részcsatában tényleg megverte a Mátyás királyt. Utána 3 hét múlva már ott volt a zászló, ugye, és leborult ez a harmadik Stefán a Matthias Rex, vagyis a Mátyás király ellen. Egyébként a, hogy mondjam neki, és a, ja, 21-ben pedig ide, közvetlenül ide tették a szobor mellé a kapitóliumi farkas szobrát 1921-ben. Nem illett ide semmilyen módon. Ez a Róma ajándéka volt a győzedelmes és fegyverforgató román népnek. Hát a magyarokat ez is rendkívül zavarta. Aztán ugye jött 1940 második bécsi döntés, Kolozsvár újra Magyarországhoz kerül. Ugye akkor természetesen ezt a kis román feliratot azonnal eltávolították, ezt a kapitóliumi farkast, ugye ami a románok eredetére utalt, volna az szintén eltávolították, főkerült a... Ez a farkas, Mátyás, mint a római, olyan farkas volt? Hát a Romulus és Remus. Annak a mintájára? Igen, természetesen. És akkor ugye hát 40-ben főkerült újra a Mátyás király, főkerült a magyar címer, 1945-ig így volt, megint jöttek a románok, leverték a Mátyás király föliratot, és itt jön a csehszlovák vonal megint. Hihetetlen nevet mondok, senki nem ismeri, Balog Edgár. Ez egy, volt egy ilyen... Igazi cseh ember. Csehszlovákiában volt, a két világháború között egy, hogy mondjam, egy Sarló nevű magyar kommunista mozgalom. Igen. És akkor ő szegényke, hát onnan cseh kiűzték, ide Kolozsvár környékére került. Jót akart ő, de csak magának. És az ő javaslatára, mert a román népet továbbra is a Mátyás király felirat zavarta, és ott került ki a Matthias Rex, ez egy semleges ilyen szempontból. Igen, latin eredetű. Kapitál. Mint ahogy a római eredetű, igen. Mint ahogy mindannyian, igen. És ez a szobor itt állt nagyon gyönyörűen, egészen addig, anélkül ez a Matthias Rex fölírása magyar címer nélkül, és senkinek nem jut eszébe, hogy ezt a román eredetre utaló kis szöveget visszahelyezze, egészen addig, míg Kolozsvár polgármestere bizonyos Györgye Funár lett. Funár Gyuszi. A mi Gyuszink, ugye. Aki állítólag magyar származású. Ő nem tett semmire. És ő neki eszébe jutott, hogy... Mert bizonyítási lázban égett a Gyuszi. Így van, azt hiszem, hogy a 90-es években visszatetette ezt Töröknek kell lenni a töröknek. Hát, ha magyar vagy, igen. Akkor románnak kell lenni. Igen, annyit tudok még róla, hogy most látjátok, hogy viszonylag jó állapotban van, már nagyon rossz állapotban volt, föl kellett újítani, és végül is így mondom, hogy a magyar kormány jelentős, hogy mindegy, hogy ki a miniszterelnök, igen. Jelentős hozzájárulása, a románok nem szívesen költöttek, igen, volna olyan sok pénzt, és ennek megfelelően 2011-ben újra át lett adva. Az ásatásoknak megszűntek itt a dák. A dákok nagyon mélyen elásták magukat. Nem lehetett őket megtalálni. Voltak, meg lehet. Olyannyira mélyen voltak, hogy nem lehetett őket megtalálni. Ezek se hiányoznak ide annyira. Ilyen régi templomok, kereszthajóig találták meg, igen, meg mit tudom én. De ők nem is tudták. Igen, de ezt most már nektek mondom, hogy ez a két, annak ellenére, hogy magyar történelem, ez lényeg, hogy a Kolozsvár két jelképe, a Mátyás szobor, meg a mögötte lévő Szent Mihály templom. Köszönjük szépen! Na, hát az Kinizsi Pál, az például Nagyvázsonyi születésű, a románok ennek ellenére
nem tudom, hogy hallottál-e a kenyérmezei ütközetről. Igen, hogyne. Ott ő volt az egyik. Török elvtárs akkor ugye. De úgy van. De van, akkor még nem szerettük őket. A Kinizsinek ott van egy szobra. Hát értem, de vasút ők később lett. Ja, az a lényeg, hogy ott abszolút romára fordítva a név. Tehát úgy szerepel, mint valami Nezevics, vagy valami ilyesmi. Tehát főbejáratnál az biztos, hogy úgy van, hogy ugye akkor a, hogy is hívták, Nagy Lajos, volt egy bizonyos Nagy Lajos, első Igen. Lajos, negyedik Károly a német-római császár. Igen. Király. Készülődött. Prágában laktak, és ott egész nap sört ittak. Hát ő, figyelj, szerette a Prágám. Anya csak csekk volt, anya tejjel itt. Negyedik Károly még csak őrgófrót, vagy mit tudom én, de a lényeg az, hogy itt ugye a Zsigmond az ugye Lengyelország, Magyarország és Csehország királya volt, nem. Vörös Róka, úgy becéztem. A lényeg az ennek megfelelő volt, hogy akkori régi cseh címer, magyar címer, meg a lengyel címer talán ott belül, tehát megvan 1300-as években valamikor, nem tudom megmondani, hogy mikor, akkor kezdődött épülni ez a épület. Templom, számtalan szó a vallási fedezetek cserélgették egymás között, néha katolikus, néha református, néha unitárius templom. Sok éve azt mondta idegenvezető, hogy ez a három Lengyelország, Csehország, Magyarország címere. Figyelj, Csehországon biztosan az. Az pedig a kettős kereszt, a magyar az egyesebb, az marad a... Szekuritáte főnöke valami Pacepál, vagy úgy hívták, meglépett. Pacepál. Igen, az más, de ő például, tehát 80 ezer oldalt titkos jelentés volt a Mártonáron, a püspök úrról. Valahányba született Mátyás király, és akkor ebben a házban született, ez a szülőháza, látszik is az épületen, ezt soha nem bontották le, egy oka volt, hogy a Mátyás király, miután király lett, az ő szülőházát és annak lakóit teljes mértékben adómentessé tette ide, aki itt lakott, annak nem kellett. Mikor költözünk ide? Most úgy tudom, hogy ilyen festőművészek kiállítása, meg ilyen tanoncoknak a... Tudunk mi festeni. Tehát igen, hát az valóban tudjuk. Úgy tudom, hogy 1904-ben tették fel a tábláját, a magyar nyelvű tábláját, de azonban, ha egy kicsit jobban megnéztek, ott mást is találtok, majd megnézzük. Itt annyi van írva, hogy románul, én úgy tudom, vagy legalábbis nekem így mondták, hogy ebben a házban született a román Mátyás király, aki a magyarok legnagyobb királya volt. Ez pedig a Bocskai, tehát itt a magyar történelem nagy darabjai vannak, tehát ez Bocskai ház. Nem, a vicék bármit elhisznek.
Jó, de... Mi hiszékenyek vagyunk. Mi de vagyunk oda van írva, angolul is. Írva is, akkor nagy... ami azért fekete, mert hát leégett egyszer, és akkor megmaradt az eredet. Tehát ez a második legnagyobb templom, mint Erdély térségé. Semmiből. Itt jártam a 20 éve, és nem, mert... Sklári? Janovics Jenő, Hollywoodot is meg hódító magyar rendezők voltak. Itt még Kolozsváron csak német filmeket csináltak annak idején. Visegrádi négyek nem most volt föltalálva, 1300-as években volt ilyen. De még csak hárman voltak. Épp pontosan még a szlovákok nem voltak. Nem tudták, és akkor, de már nagy barátság volt, ugye, cipót kaptak már. Csak, meg mit tudom. Tehát ebben az időben volt az 1300-as szobrát, ott van. És akkor hát ők elkészítették ezt a szobrot 1373-ban. Állítólag a szobor utána egyes történészek szerint rögtön ajándékként oda került Prágába. Hát akkor utána sok minden történt, egyszer csak az 1800-as évek második felébe fölfigyeltek arra, hogy de érdekes, hogy a prágai szoborban mi van belülről beírva, hogy kolozsvári testvérek. És akkor utána nem kerestek összefüggét, aztán Janus Pannonius nagyváradi leírását írta. Másolatot, ez természetesen másolat, úgy emléksz, hogy 1904-ben vagy valahogy, egy nem szobornak. Mondjátok már, Makovec templom ott a város közepén. Igen, igen meglepő. Szabók védték? Azért Szabó Bászka. Igen, így van. Tehát minden szakmának megvolt a maga kis bászkája, és akkor ez a Szabó által védett. Mint a lőrizt.